meg kéne fordítani a kamerát. Sokat segítene. Ezt innen leteszem, de még nem tudom, hogy miért van itt. Ez mindig itt van. És akkor előbb-utóbb, ha minden igaz, akkor fognak bejönni emberek. Picit várunk, már jönnek. Na, érkeznek. Sziasztok, üdvözlünk titeket! Sziasztok! Ja, Melinda, egy picit hangosabban kell beszélni. Jó. Itt vagyok Melindával, Bálint Kovács Melinda. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Aki elfogadta a meghívásomat, hogy beszélgessünk egy picit az ő családját ért helyzetről, amiről már Torockai Lászlóval készítettetek egy jó átfogó videót, amit nagyon sokan megnéztek. Úgymond szerintem a legnézettebb videója lett. Én 800 ezer. Így van. 800 ezer körülnél tart a megtekintés, és én arra gondoltam, hogy így egy év telt el azóta? Hát amióta Lacival beszéltetek, az... Nyár közepén nyár, volt nálunk. Hogy két dolog jutott eszembe, az egyik, hogy ne merüljenek feledésbe ezek a történetek, a másik pedig, hogy engem emberileg is kifejezetten érdekel az, hogy mi van veletek azóta, hogyan dolgoztátok ezt fel, milyen tanulságai vannak a történetnek. Ugye most a háború árnyékában egyre kevesebb szó esik a járványról, közben itt azért mi egy 10 percet már beszélgettünk, és azt megállapítottuk mind a ketten, hogy azért az életünknek ugyanúgy jelentős befolyásoló tényezője maradt a járvány. Az oltatlanság, a kórházi kezelések, minden ugyanúgy itt van, csak valahogy a médiatérből szorult ki ez a téma, közben az életünket valószínűleg sokkal jobban befolyásolja még mindig, mint a háború per pillanat. Aztán majd lehet, hogy ez változik. De hogy nincs már szó erről, és én fontosnak tartám, hogy azért beszéljünk erről. Mi van veletek? Eltelt egy év. Tudom, hogy a Lacival elég sok mindent átbeszéltetek. Milyen új információk vannak, milyen új tanulságok vannak, hol tartotok most? Nagyon érdekel. Hát azt lehet mondani, hogy az életünk, mint a régen a kazetta, A és B oldal, abszolút, minden téren. Én azóta nagyon belevájtam magam ezekbe a dolgokba, különböző titkos társaságok részévé váltam, és nagyon sokat esténként beszélgetünk, próbálok napra kész lenni ugyanúgy. Hát azt lehet mondani, hogy tehát első körben az OGI-nek, ennek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszeripari valaminek elküldtük, így van a lejelentést, semmit. Tehát egy sort nem kaptunk arról, hogy legalább, hogy beérkezett és megkapták, tehát ennyire foglalkoztak ezzel az egésszel. Nagyon furcsa az, hogy emberek megkapják az oltást, és egy-két héten belül, ha valaki meghal, semmi. Tehát nincs utókövetés, nincs nyomonkövetés. És ez egy invazív beavatkozás, ezt mindenki tudja. Azért ez elég szomorú, hogy a környezetünkben nagyon sokan, tehát egyre többen. Például azt lehet mondani, hogy van egy cég, egy kisebb cég. Éveken át nem történt semmilyen haláleset. Most a dolgozóknak 9 hónap leforgása alatt 3 édesapa, mindegyik oltott volt, halt meg. Tehát azért ezek elég beszédes dolgok, hogy eddig semmi, senkivel soha nem jártunk temetésre, most bezzeg. Azért el kellene ezen gondolkodni. Igen, csak ugye nagyon könnyű azt mondani, hogy a Covid miatt. És hogyha nem veszük fel az oltásokat, akkor rosszabb lett volna a helyzet. Érted? Tehát, hogy ez és amikor meg személyes tapasztalatunk azt mondja, mert ugye nekem is sajnos a nagybátyámat én is elvesztettem tavaly áprilisban, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen lehet, hogy én voltam egyedül, akinek a meggyőződése az volt, hogy ez az oltás miatt volt. Nagyon sok embertől hallottam, hogy ha nem veszi fel az oltást, akkor most idézőbetéve még rosszabbul járhatott volna, ugye sokkal rosszabbul, mert nem járhatott volna, mert meghalt. Igen, igen. De hogy még itt is, amikor ennyire közvetlen összefüggés van nálatok, hogy volt, hogy mennyi időt telt el pontosan? Tehát másfél hetére került ugye kórházba, 2 nap után rakták föl lélegeztetőgépre, és tehát 5 napot volt összesen lélegeztetőgépen.
Az igen, tehát a másik az, hogy ez a lélegeztetőgép sztori is nagyon érdekes. A lánya bent volt ugyanála, tehát teljesen kommunikált, rendben volt. És este 9:30 rá, 3-4 órájára meg fölrakják. Hallottunk történetet, lehet, hogy ti is láttátok, hallottátok, hogy egy ápolónő mondott olyat, hogy fogták a fekvő beteg nénit, aki relatíve jól volt, tehát a helyzethez képest, jött egy levél, hogy kellene még szám, és lefogták, és fölrakták a lélegeztetőgépre, lekötözték, ott egy az egybe éjszaka ezt megtették. Mm. Tehát, és ez elég biztos info, ugye a hölgy a neve elhallgatását kérte, de erről nyilatkozott, és elég részletesen beszélt, ez ki is került ugye az internetre. Tehát igen, a kérdésedre a válasz ez, hogy amint meg... Ja, hát a kedvencem, igen, amikor... Hát ráoltottak, hát Istenem! Ja, majd, hogyha a te gyerekedre oltanak rá, akkor majd akkor is ezt, akkor mondhatom ezt? Uh-huh. Tehát azért nem gondolnak bele az emberek, hogy nem az volt, hogy tüsszentett tőle kettőt, hát ráoltottak, Istenem. Nem, ráoltottak, onnantól kezdve délután már lázas volt, és a láza nem hagyott alább. Tehát itt ez a lényeg, hogy ezáltal csak az oltás okozta ezt az egészet, úgy, hogy le volt előtte tesztelve, tehát mindig ugye ezt hozzák fel, hogy benne volt a vírus. Direkt leteszteltük, tehát ez meg a másik. És akkor úgy indult ez a romlás odáig, hogy már nagyon-nagyon, tehát nehezen mozgott, ugye valóban, tehát egy oxigénhiányos állapot lépett fel nála. És akkor most jön az, ami az első kérdésedre a válasz, hogy azóta, ami egy plusz info, az Sputnik oltással kapcsolatban Hatházi Ákos az engedélyeztetést egy sima PDF, Ctrl-C, Ctrl-V-vel átrakta Word-be, és a kitakart részeket, ugye ezt a fekete részt, ezt megszüntette, és egyértelműen látszott ott, hogy ezt nem véletlenül, hogy a többi ország nem engedélyezte, tehát nagyon sok részletben nem felelt meg az engedélyeztetési eljárásnak, illetve kétszeres, háromszoros adagok voltak a Sputnik oltásba. Uh-huh. Tehát nem lehet tudni, hogy éppen az én apósom olyat kapott, amiben mondjuk háromszoros dózis volt, amit már nem bírt el a szervezete. Holott amúgy hozzáteszem tehát tényleg egészséges ember volt. Tehát semmi olyat nem tudnék mondani, ami most az, hogy most magasabb vérnyomás, hát kinek, tehát most nem... Nyilván. 68 éves volt? Igen. Tehát ez 68 évesen egy kicsit magasabb vérnyomás, meg egy... Aktív ember volt, tehát ácsmester. A mai napig tetőn dolgozott úgy, hogy olyan gerendákat elbírt egyedül, hogy más rá se tudott nézni. Tehát ilyen szinten ereje teljébe volt. És azt hadd kérdezem már Melinda, hogy mielőtt ez megtörtént. Mert ugye akkor ezek szerint aposodat valamilyen ráhatás, mégiscsak rávette arra, hogy... A TV. Nem, azt kellett volna kidobni, tehát ezt így tudjuk. Tehát az volt a meggyőződése, hogy már három szép unokája, hogy ő fogja megfertőzni őket, és akkor tehát maszkba, 8 kesztyűbe járt, és hiába mondtam neki, hogy nem kell, papa, egészségesek vagyunk, hagyjuk ezt az egészet. Én senkinek nem mondtam előtte amúgy, hogy ne oltasson. Ő rossz, nagyon rossz megérzésem volt, féltettem. Pedig ott van anyukám, akit imádok, tényleg az én rokonságom, és senkinek nem mondtam. Pont apósommal éreztem azt, hogy valami nem lesz jó, és hiába nem tudtuk lebeszélni, és amit a videóban is elmondtam, miután ő megkapta, már másnap hívta a barátját, és mondta, hogy Józsikám, fel ne vegyed ezt az oltást. Tehát ő érezte, hogy ez valami nem oké, és soha nem volt beteg, kórházban sem volt soha. És hogy olyat érez, amit eddig nem. Elkerülheted, de nyilván, hogy ilyenkor összepakold a fejedbe azt, hogy ugye... Hát persze. Akkor most közben kiderül ez, hogy lehet, hogy túladagolták a dózisokat, aposod milyen hirtelen rosszul lett az oltástól, hogy itt ezt a saját szemeddel végignézted. Nyilván az nagyon fontos, hogy neked a személyes tapasztalatod mit ad, láttad az aposodnak az egészségügyi állapotát előtte. Persze. Ugye én azt akartam kiszűrni itt, mert én is hiszek a személyes tapasztalat erejében, hogy nincs prekoncepciónk, tehát hogy nem akarjuk-e már, tehát én rólad azt érzem, hogy nagyon erősen oltásszkeptikus vagy,
nem csodálom ezek után, de valószínűleg azelőtt is az voltál. És hogy amikor ugye nagyon szkeptikusak vagyunk valamivel kapcsolatban, amit amúgy meg egy másik teljes populáció elfogad, és jónak tart, és nem tudom én, ott az emberben automatikusan ez kivált ilyen ellenállást, ilyen akár egy kis dacosságot, akár egy kis harcias ellenállást, és hogy nagyon nehéz, főleg amikor a szeretteinkről van szó, nem rávetíteni ezt a helyzetet erre. Érted? Tehát, hogy te milyen hogy mondjam, biztonsági szűrőn tudod azt keresztül vinni, hogy ez nem a te... Én elhiszem ezt, én megtapasztaltam, mondom, a saját nagybátyámmal kapcsolatban ezt megtapasztaltam, de hogy hogyan lehetne ezt a pajzson egy kis rést ütni azoknál az embereknél, akik meggyőződésesen állítják, hogy mivel ők kaptak egy oltást, és az jó volt. Ezért mindenkinek működnie kell, ugye, aki más mond, az hülye, hiszen hát ő megkapta, és ő jól van. A másik oldalról, ha te azt mondod, hogy valaki megkapta az oltást, és szarul lett, ott meg már nem fogadjuk el a te saját személyes tapasztalatod a sztorihoz, hogy hogy lehetne ezt megfordítani? Hát én úgy, hogy én nem vagyok benne biztos, aki azt mondja, hogy jól van, az jól van. Nagyon sok olyan újabb betegsége jelenhetett meg, amit az ágy alá, vagy a söpör. Aha. Tehát ez a véleményem. Például nálunk az óvodában milyen meglepő, az egy csoportban, a szom mellettünk lévő csoportból, három óvónőből már kettő nincsen. Az egyik ugyanúgy szputnyikos. Lebetegedtek? Szputnyikos volt, a papa halálakor kapta ő is, tehát tavaly, azóta a hölgy nem járt, tehát nem dolgozik. Van egy másik hölgy, akinek azóta nagyon magas a vérnyomása, hol jön, hol nem. Semmi bajuk nem volt. Ilyen nem volt előtte, és ott háromból kettő. Tehát egy picit, ha nyitva tartjuk a szemünket, illetve a sok eset. Tehát mondom, volt fiatal, velünk egykorú, 40 év körüli fiatalember, bekapta a második AstraZeneca-ját, lefordult a targoncáról. Hány éves? 40-42 körül volt a fiatalember. És amikor ez is két hét, vagy talán ott egy hét volt, egy héten belül. Volt olyan, akit fejjel a fűbe találtak, fiatalember. Tehát én nagyon sokat tudnék, és ezek tényleg nem azok, akiket olvasok Facebookon, mert abból aztán tényleg Dunát lehetne rekeszteni, de ott azért felmerül a kérdés, valóban az csak egy írás. Itt viszont tényleg olyan saját ismeretségi körbe. Van a falunkban egy másik történet, ugyancsak tudják a család, hogy ez okozta, tehát hogy előtte semmi gond nem volt. És milyen magyarázatokat találnak? Hát a másik meg a gyerekoltás. Van egy tanítványom, aki azóta rottyon van, 13 éves kislány, semmi baja nem volt. Az oltás után ő reggel remegett, hányt, nem bírt elmenni a vécére, hogy legalább oda, azt mondta nekem, így fogalmazott, hogy Melinda, én olyan rosszul voltam, mint egy 90 éves, aki mindjárt meghal. Ezt ő fogalmazott így. És van úgy, így jön, fel van dagadva az arca, nincs rossz foga, direkt kérdeztem, soha nem volt ilyen baja, az anyukája azóta nem tud fogni rendesen a kezével, tehát ott is több rétű. Ja, és akkor van ugye ez ezt nagyon ajánlom mindenkinek, ez a halfbat.info, amin a batch számot, a szériát, tehát ezt az oltásnak a számát be lehet írni, meg lehet nézni. Én nagyon sok esetben megtettem a Pfizerrel kapcsolatban, elkértem ismerősöktől, és figyeltem, hogy van-e összefüggés. Tehát van, hogy ha ez az oldal kiadja, hogy veszélyes, tehát a 2000 legtoxikusabb oltóanyag közül, hogy bedobja-e, van-e mellékhatása. És elkértem ettől a kislánytól is, akit említettem, és képzeljétek el, mind a kettő dózisa ugyanaz, és mind a kettő szar. Körülbelül 30-40 haláleset jött rá. És ugye ezt tudjuk, hogy a Vaersnek az 1%-a az, amit valóban lejelentenek. Tehát az, ha megszorozzuk 100-dal, és ez csak egy batch, tehát ez egy kötegből való. Igen. Tehát ez nem az, hogy most jaj, hát 30-an meghaltak. Hát, na, de ha te is köztük vagy, de és ezt mondom, nem 30, ezt szorozzuk be 100-dal, akkor az már ugye 3000-es szám, de egy batchből, és akkor van rengeteg, csak 2000, amit kihoz, ami a legtoxikusabb, például az én anyukámékat is megnéztem, nekik tényleg semmi bajuk, és most jön az, hogy na, tehát a saját családtagja, amikor tehát ott van az élő példa, és mennek, és nem tanulnak abból, hogy ugye más van, de ez zárójel bezárva. Szóval megnéztem, nekik nincs bajuk, és valóban a Pfizer oltóanyaga nem szerepel ebben a listában. De érdekes. Igen, tehát én próbáltam egy ilyet, átmondom, én azért sokat nyomozgatok itt, hogy mi merre. Hát most megértem. Úgyhogy
Úgyhogy igen, 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 megváltozott tényleg a... Én nekem ugye az nagyon szembeötlő volt, amikor a gyerekeket elkezdték oltani, mert ugye a józan paraszti eszem azt rakta össze, hogy az első hullámokban, ha elfogadjuk, hogy ilyen hullámokban jöttek a támadások a vírustól, akkor ugye azt vettük észre, hogy az első hullámokban a gyerekek tulajdonképpen szinte érintetlenek maradtak. Persze, legalábbis nagyon, nagyon enyhe tünetekkel jöttek ki. És én a saját környezetemben oltott gyerekek padlót fogtak az Omikrontól, és minden bajuk volt. Volt olyan osztály, ahol az oltott gyerekek közül majdnem mindegyik súlyosan megbetegedett. Most ér súlyosan, hogy lázzal, két hétig otthon fekvős, tehát amit régebben egy durva influenza okozott, vagy egy nem tudom, egy vírusos hasmenés, és most nekem az volt a fura, hogy a Covid vírusnak a leggyengébb mutációja, ugye amit bevallunk, hogy ez a leggyengébb mutáció az Omikron, ez kezdte tacsavágni a gyerekeket, és azok közül is azokat inkább, ez megint az én személyes tapasztalatom, akik egyszer vagy kétszer be vannak oltva, és nem kapcsol a szülők. A szülők, én azt figyeltem meg, hogy direkt megkérdeztem a fiamat, beteg ez, beteg az, mondom, nem most oltották az anyját 2-3 napja, de. És érdekes módon a gyerekeik, az oltottak után, a gyerekek, akik ugye oltatlan gyerekek voltak, de mégis valamit, minthogyha, ugye mondják az oltottak, ugye, hogy fertőznek erről, mert erről is van egy véleményem, amit még április-május környékén olvastam amerikai oldalakon, hogy az oltottak, hogy fertőznek, nézem, hát, hogy a nők menstruációs ciklusa borul fel, illetve külső nyomok a comb külső oldalán 20-as nagyságú kékes-lilás foltok jelennek meg. Na hát úgy képzeljétek el, hogy én előtte pár nappal jött haza a férjem, pont öltöztem, azt mondja, hogy téged kivert meg. Mondom, nem tudom, mondom, fogalmam sincs, mi van velem, de nekem olyan kék-zöld lila volt a lábam, és akkor döbbentem rá, hogy úristen, rajtam ugyanolyan foltok vannak, mint a videóban, amiket mutogatnak. Hogy ugye a tüske fehérje okoz oltatlannál is ilyet, hogyha bőrön át, inhalation, tehát ez, erről rendesen amerikai oldalakon írnak, hogy kilégzéssel, ugye ez fertőz, és a nyirokcsomóim fájtak, annyi, hogy mi biorezonanciára járunk, tehát természetgyógyászhoz, elmentem hozzá, hogy nézzem meg, és ha hiszitek, ha nem, 17 éve dolgozik a hölgy ezen a gépen, azt mondta, ő még ilyet nem látott, hogy oltásterhelt vagyok, oltatlanul. Hát és ő nem teszteltél véletlenül akkor, hogy koronavírusra meg mit ad, mert kíváncsi lettem volna, hogy ilyen helyzetben, nem. Mit ad a teszt. Ja, érdekes volt nagyon, és mondom, azt mondta, hogy na nézzük meg akkor melyik oltás az, ami ugye jelezne a gép, és képzeltek, nem volt. Tehát azt mondta, hogy nincs benne, 600 oltás van benne a gépbe. Meg tudja mondani rendesen, hogy mi az, ami terhel. Igen. Biorezonancián. És igen, és azt mondta, hogy nem tudja megmondani. Úgyhogy, és voltak különböző fórumok, írták, hogy hát ilyen furcsa foltok vannak a combomon. Én lefotóztam, direkt leprintscreeneltem, hogy basszus, nem én hűltem meg, másokon is jöttek a foltok. A lányomon kijött. És akár a szüleim akkor kapták a Sputnikot utána, vagy akörül. Tehát én arra gondolok, hogy esetleg ott egy ölelés, egy puszi, bármi, ami ugye közvetlen kontaktba kerül. Igen, ugye én most játszom az ördög ügyvédjét. Tehát hogy ugye a szkeptikus énem azt mondja, hogy nagyon sok, igen, most már 400-an vagyunk. Kíváncsiak rá az Ildikó. Na mit üzen az Ildi? Ildit ismerem. Ő vele akkor beszélt, találkoztam a papa halála után. Hát nekem mondta az infót, és így csak kapkodtam a fejem. Hát azóta én is rendesen belecsöppentem ebbe. Mind spirituálisan nyitottabb vagyok dolgokra, illetve hát mind tudomány, akár sajnos politika is, tehát most már eléggé így szerteágazóan vele. Ilyen. Ez ilyen, igen, és nem lehet leállni éjjeleken át. Elkezdesz kritikusabban gondolkozni, ugye, akarod a világ történéseit látni, aggódsz a gyerekeid jövőjéért. Én ezt abszolút aláírom, közöttünk annyi különbség van, hogy nekem az egyik videómat fölkapták november végén, és azóta ilyen mennek a videók, és most már ott tartunk, hogyha nekem véleményem van bármiről, ugye azt elég sok ember megnézi, meghallgatja, értelemszerűen nagyon sok nem fog vele egyetérteni. Persze. És abban a pillanatban, hogy a véleményütközés van, most már valamiért itt tart a társadalmunk, akkor mögötted valaki van. Tehát te
De igen. nincs mögöttünk. Tehát, hogy valamilyen, ja. Tehát, hogyha te nem osztod az én világlátásomat, igen. A világ információi téged egy más konklúzióra juttattak, mint engem, akkor te vagy ostoba, vagy tájékozatlan vagy, vagy valamiféle háttérmotivációd van, és olyan nehezen fogadják el az emberek, hogy nem, hanem neked van egy családod, ott vannak a gyerekeid, akik érdekében szeretnél dolgozni, akik mindent szeretnél megtenni, és sajnos most azt érzem, hogy olyan történelmi időket élünk, ahol egy kicsit muszáj kijebb lépni annál a klasszikusnál, hogy megkeresem a pénzt, hogy anyaként megteremtem a nyugalmat, mert egyszerűen úgy tűnik, hogy ez kevés lesz, mert itt Covid-dal kell fölvenni a harcot, társadalmi folyamatokkal kell fölvenni a harcot, mert hogyha mi nem pofázunk és nem dumálunk, akkor én azt érzem, hogy egyszer belesüllyedünk egy ilyen apátiába, egy ilyen akkor olcsuk be magunkat, ne nézzük meg a dolgokat kritikai szemmel, és én azért örülök, hogy leültél velem beszélni, mert én egy nagyon hiteles hangnak tartalak, már csak azért is, mert egy ilyen személyes történeted van, és azt gondolom, hogy ez tökéletes motiváció arra, hogy az ember a kezébe vegye az ügyet, és utána járjon, és megnézzen, és legyen politikai véleménye. Milyen politikai véleményed van? Mondod, hogy most már a politikai területre is jobban kitekintettél? Vagy ezt hogy kell érteni? Próbálkozom, igazából én nem teszem rá semmire se a fejem, mert én ahhoz tényleg sajnos én történelemből nem vagyok olyan szinten, hogy meg tudjak ítélni dolgokat. Én nekem csak az érzelmi vonal, jelenleg ugye a Mi Hazánk az, aki az oltást ellenzi, én tehát ők azok, akiket egyedül most így el tudok képzelni. Más témában is amúgy egyetértek velük, tehát elég sok jó vonaluk van. Én őket, tehát egyelőre őket tartom. Szerintem most az nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy óriási platformot adnak. Most, hogy milyen politikai motivációk vannak, azt úgyse fogjuk megtudni. Persze, meg nyilván, hogy ugye az érdek ellentétek, azok úgy darálják a médiát, ahogy akarják, de hogy tényleg én is azt látom, hogy óriási platformot ad, például a te videód 800 ezeres megtekintést ért el a YouTube-on, ami azt jelenti, hogy ennek a fele minimum tényleg megnézte a videót, és valamiféle információt kapott arról, hogy tényleg milyen is ez, amikor a családban történik egy ilyen tragédia, és erről is beszéltünk egy picit, hogy a sok ember még mindig a homokba dugja a fejét, és hiába történik meg, mint ahogy mondod, hogy te családod vagy belül is, még mindig, hiába történnek meg ilyen tragédiák. Én nem tudom, én azt nem értem, Melinda, hogy azt miért olyan nehéz elismerni, hogy ebben van egy lehetőség. Érted? Tehát, hogy nem kéne azt mondani azonnal, hogy neked van igazad, persze, és fúj az oltás, és minden, hanem hogy csak odáig elmenni, hogy lehet, hogy van abban valami, amit mondasz. Igen, ez is igaz, meg legyen az, hogy ha te ez a véleményed, akkor ne csináld, tehát hagyják meg az embereknek a döntési jogot. Tehát nem értem, hogy aki be van oltva 85-ször, az mitől fél? Tehát mit mondja meg nekem, hogy miért kell a másikra ráerőltetni, hiszen ő védett. Tehát ő elvileg akkor, ha én, mint oltatlan, tőlem elkapja, de hát amúgy is ez a mutogatás, hogy kitől, miért most itt a spárba, a benzinkuton nem kaphatta, de miért rögtön az van, hogy akkor az oltatlanokra kell kenni azt, hogy jobban fertőznek. Tehát én ezt nem értem. Hát valószínűleg az egymásra mutogatás az ősi kultúránknak a része, ugye vagyunk a mi, meg vagyunk a ti, tehát hogy szektákra persze kell. Hagyják meg az embernek. Nekem az a bajom, hogy ez már a gyerekek szintjére is le van véve. Én nem tudom, neked van iskoláskorú gyereked? Van. Voltatok otthon olyan karanténban, ami oltatlan gyerekekre vonatkozott? Mi nem. Én voltam. Mi a kislányommal voltam, szerencsére nem hosszú ideig. Tehát azt kell mondjam, csak a tényt kellett megtapasztalnunk, hogy tényleg az van, hogy oltatlan státuszú gyerekek nem vehettek részt a jelenléti oktatásba, az oltott gyerekek meg igen. És hogy a politikát egy picit ide rángasson, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy most volt a pedagógus sztrájk, mert hogy a kormány megvont a sztrájkjogot a pedagógustól, vagy hát ez a média alapja a dolognak, és kiálltak a pedagógusok, és én láttam egy posztot, van egy művészeti iskola, akik fölmentek a Facebookra, és azt bírták mondani, hogy pontosan tudják, hogy ezzel a sztrájkkal ők jogszabályt szegnek, de vállalják
tehát hogy tudatosan szegnek jogszabályt, és vállalják a felelősséget. És bennem az a kérdés merült fel azonnal, hogy annó az én kislányomat is, meg más gyerekeket is úgy küldtek haza tanárok, hogy arra hivatkoztak, hogy ez jogszabály, ők nem értenek ezzel egyet, ez egy rossz intézkedés, de hogy egy jogszabály, és hogy mit tudnak csinálni, be kell tartani. És én nekem már akkor is az nyitotta ki a bicskát a zsebemben, hogy miért nem lehet nem betartani egy emberellenes jogszabályt, amiről ő is azt gondolja, hogy nem jó, hogy helytelen, mert diszkriminatív, megalázó a gyerekek számára, stb. És hogy nem lehet egy kis gyereket haza, egy egészséges gyereket csak azért hazaküldeni, mert a szülei nem oltották be. Igen. És ez nem volt elég indok arra a pedagógusoknak, hogy szabályt szegjenek, és azt mondják, hogy már pedig mi tanítunk, és a teljes tudatunkkal ellene megyünk a szabálynak, és vállaljuk a felelősséget. Most, amikor az ő mondjad már, milyen jogáról van, jogukról van. Nem, az ő, hogy a sztrájk jogukról van szó, akkor szépen felvállaltan szembe mennek szóval bennem van egy ilyen, és ezt most politikának hívom már, mert valahogy csatlakozik, van bennem egy ilyen személyes csalódás. Hát amilyen az internet adó nem ugyanaz, amikor akkor kimennek. Igen. Az ukránok ellen kimennek az emberek, de amikor a saját egészségükről van szó, meg nem mozdul meg senki se, tehát nekem ez nagyon furcsa. Tehát, hogy, és a tanárok ugye ott az a gond, hogy nagyon jól csinálták, tehát ott először ilyen, ugye ez a szalámi politika szépen, ugye most akkor a tanárokat is, ugye utána jött az, hogy beoltották, és utána kell a gyereket, és ha már én be vagyok oltva, ott a tanár egy elköteleződéssel van az oltás felé. Utána már könnyebben vegzálja azokat a gyerekeket, akik nincsenek. Most tisztelt a kivételnek, ugyanis pedagógus lennék, ha már mindegy, hát igen, pedagógus a végzettségem, 2 éve várok arra, hogy dolgozhassak a falumba, eddig nem nagyon sikerült, és most meg már így oltás nélkül, meg már megint csak nem olyan egyszerű, pedig aztán én tényleg szívvel, lélekkel csinálnám, mert nagyon szeretem a gyerekeket. Hát, ja. És most mi van veletek? Tehát így, hogy nincs nagypapa egy éve. Hát azóta, igen, én otthon vagyok, mert érezzük hát én egyébként felmondtam konkrétan. Mm-hmm. Nem, tehát elég nyomos volt ez ebben az egész ügyben. De miért kényszerítettek volna? Mondták, hogy igen, szeptemberig adtak haladékot, hát mondom, nekem nem adtok semmilyen haladékot, mondom, nekem lesz egy faszanyaram, és én akkor utána úgy voltam, hogy amúgy is kell a segítség a férjemnek, mert ők nagyon össze voltak az apjával nőve, és együtt csináltak mindent. Tehát a gyerekek azóta, és szinte nem telik el nap, hogy emlegessék. Igazából gyerekeknek mit mondtok, hogy mibe halt meg papa? Oltást tudják. Ők mondják, hogy tehát ők egy az egybe képbe vannak azzal, hogy az oltás az nem éppen jó. Én nem titkolom előlük. És figyelj, mert ez nem ijeszti meg őket a kötelező oltásokkal kapcsolatban? Csak még kérdezem. Azóta nem volt kötelező oltás, de tehát azért akkor el kell magyarázni, hogy ez másfajta oltás, ha úgy van, bár én azoknak sem nagyon örülök, tehát most... Én baromira kritikus lettem a hagyományos oltásokkal. Ez a baj, hogy innentől kezdve, így van, nem lehet tudni, hogy ugyanaz maradt-e az amit eddig kaptak, mert ugye, hogyha valóban itt bármilyen hátsó szándék van az oltásokkal kapcsolatban, nem akarok itt a konteókba belemenni. Hát igen, de azért az a 81-es kőtömb, amin az egyes pontot szerintem már sokan hallották, ugye mi az, akkor azért egy picikét az ember, legyünk már, tehát tényleg kritikusak ezzel, hogy miért van ott, mit akarnak, mi a cél. Hirtelen ugye Bill Gates hányszor mondta, hogy ugye majd az oltás megteszi a hatását, illetve most, ha lehet, láttátok, kiadta az új könyvét. Uh-huh. A következő vírus, ugye szeptemberre a Marburg vírus tervezik, és majd ő tudja, hogy hogyan kell akkor azt kezelni, mert ez nem lett olyan sikeres. Tehát mire gondol, miért nem lett olyan sikeres, majd akkor a következő talán, és akkor ott megint lehet szaladni az oltásokért. Tehát te nem vesz észre senki, hogy évtizedeken át nem volt semmi vírus, most hirtelen. Sőt, van egy 17-es videó, baromi jó videó, egy virológus beszél, azt mondja, hogy vizsgálják folyamatosan a vírusokat, és látják, hogy semmelyik vírus nem mutat olyan jelleget, ami
Ja, nyugodtan kérdés van, akkor. Tehát olyan jelleget, hogy vált, tehát hogy mutálódna és bármilyen pandémiát okozhatna. 17-es videó. Uh-huh. Van. Nagyon jó. Én nagyon érdekes, mert közben én azért nézek, hogy mondjam, tudományos oldalakat is, és ott teljesen egyértelművé teszik, hogy ezek a vírusok természetes módon abszolút kalkulálhatóak voltak, hogy jönnek, mert hogy túlpopulált a Föld, hogy az a típusú élet, amit élünk, hogy egymás hegyén hátán nyüzsgünk a metróba, a reptéren, az iskolába, tehát hogy tulajdonképpen a természetből kiszakítva ilyen nagyon nagy populációkba vagyunk összezárva, és ugye egyre jobban belehatolunk a természetnek azokra a részeire, ahonnan ezek a állatról átjövő vírusok. Tehát, hogy ezt a másik oldalról is elég jól meg tudják támasztani. Én azért szoktam a személyes történeteknél maradni, meg azért szoktam az én saját életemből kiindulni. Meg amit most mondtam, például ez a Hatházi Ákos féle dolog engem, ugye most elgondolkoztatott, most kérdés, hogy ez mennyire igaz, nyilván egy dokumentum, majd erről kiderül, hogy mert ugye a Hatházi Ákossal kapcsolatban is az a baj, hogy voltak neki már nagyon furcsa. Én legalábbis én úgy érzem, hogy volt egy-két színész mesterségórát is tartott, amikor például megtámadtatta magát a tévészékháznál, az nekem egy érdekes jelenet volt, de mindegy. Szóval, hogy ha mondjuk tényleg ki beigazolódik, hogy a Sputniknál el lehetett rontani a dózist, akkor más oltásoknál miért ne lehet elrontani a dózist? Érted? Uh-huh. Tehát, hogy én azt érzem, hogy itt egy olyan tömeges bizalmatlanság fog kialakulni, most joggal, jogtalanul, én szerintem a te esetedben, az én esetemben, nekem a nagybátyám halt meg oltás után, egy héten belül neked az aposod, te az aposodat vesztetted el egy héten belül oltás után. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy jogtalan a szkepticizmusunk, és én attól félek, hogy az életnek a más olyan területeire is ez beszivárog, ahol viszont kártékony. És nem tudom, hogy ez véletlen van-e. Tehát, hogy nincs bennünk elültetve egy ilyen abszolút minden irányba most már bizalmatlansággal fordulunk. Én nem tudom, hogy ettől könnyebb lett az életem, ezen gondolkozom, hogy mondjuk az elmúlt időszakban rám rakódott szkepticizmus és kritikai nehéz gondolkodás, hogy ez most, hogy ettől jobb lett az életem, vagy rosszabb lett az életem, nem tudom. Viszont azon gondolkozom, hogy hosszú távon meg nem nagyon van más választásunk, mert én sokszor tényleg azt érzem, hogy a gyerekeink. Uh-huh. Gyerekeink. Ez az, ez az. Itt jött egy kérdés, azt mondja, hogy a tetanuszról jött egy kérdés, hogy a tetanusz miért kell oltani. Azt mondja, leragadtatok az oltásnál. Én ezt úgy hallottam a tetanuszról, hogy ott megvan az a kockázati alap, ami miatt érdemes tetanuszt oltani, de én nem vagyok orvos, tehát ezzel kapcsolatban nem foglalnék állást, de hozzám az a kérdés jutott el, kártékony most lesz csak kártékony, kedves Ádám. Még nincs vége az nincs vége. Nincs vége. Pont erről beszéltünk. Hát igen, ez majd nem akarják ezt ők elengedni. Hát meg mondom, a hosszú távú dolgok, tehát azért... Hát a Ruslaival is azt beszéltem, ő azt mondja, hogy lecsengett a koronavírus, és hogy 3 évet vett ki az életünkből, ő 2023-ra adja, hogy a WHO meg mindenki bejelenti, hogy elmúlt a járványhelyzet. Tehát, hogy ezek át kell futni ezeknek, és hogy az élet szépen majd visszapattan a rendes medrébe. Én meg ezzel szemben azt gondolom, hogy nem. Olyan károkat okozott már most, és azt is látjuk, vagy hát én szerintem ez egy oldalon vagyunk ebben, hogy hogyan lettünk bekondicionálva. Tehát, hogyha jön egy újabb vírus, vagy egy újabb helyzet, akkor szerintem sokkal könnyebb lesz az embereket már belesodorni oltásokba, egészségügyi... Az emberek nagy részét. Mert azért van egy... És van egy ellenállóbb rész, aki meg egy ellenállóbb, igen, nem? Igen. És elmegy a végletekig, tehát tényleg munkáját ott hagyja, nem hányan azért... Szóval le a kalappal mindenki előtt, és tényleg ez a becsülendő, ha valaki kiáll, és tiszteli annyira az egészségét, hogy igen, jó, elhiszem, de tudom, hogy persze szereti a munkáját, meg a pénz, meg stb. De én nagyon sok embert ismerek, aki talált másik munkát aztán. Igen, nagyon sok ilyen történet van. Azért én ezeket nagyon becsülöm. Meg hogy sokkal jobban utána mész a dolgoknak. Igen, hát azóta rengeteg minden, mind tényleg az ételekkel kapcsolatban, tehát itt lehetne is beszélgetni, hogy ugye
ott hogyan... Ott mi történt nálatok? Máshogy esztek? Hát eddig is azért próbáltam, hogy én aszpartám, meg nátriumglutamát, ezeket úgy kerülni. Uh-huh. De most már azért látom, hogy a zöldségek, gyümölcsök nem olyan vitamintartalmúak. Tehát azért ezekbe belefut ilyen infokba az ember, uh-huh. hogy így nyomoz. Hát úgyhogy ennyi. Mit gondolsz a háborúról? Mert arról is beszélnünk kell. Háborúról? Hát... Eltöltet téged félelemmel? Nem, félni nem félek, amúgy semmitől se, tehát próbálok úgy élni, mert a félelem az egy nagyon-nagyon rossz, negatív dolog. Tehát nem csomagolok konzerveket, meg nem tudom mit. A hiperinfláció ellen annál inkább. Tehát arra jó lesz, hogy most megvesszük az ételt, aztán nyárra itt elég csúnya dolgokat jósolnak, majd meglátjuk. Nem baj, eláll az a kaja, tehát úgy van, hogy úgy mondom, hogy legyen. Viszont a háború az nem, tehát nekem ez, hogy amit, mondom, tényleg nem vagyok jártas benne, de nem hiszem el ezt. Tehát én nagyon sokat olvasok olyanokat, akik ott élnek, és semmi, például Kijevnek a kameráit figyeljétek, semmit nem látni. Tehát a média itt is nagyon ferdít, illetve azért, amit a kárpátaljakkal csináltak annó, van egy nagyon jó videó, a magyarok elleni támadások, Kárpátalján, azt hiszem ez a cím, fél órás videó, 18-as, uh-huh. baromi jó, nézzétek meg. Na, ott akkor el lehet gondolkodni, hogy ott mit műveltek velünk, ugye? Illetve én ezt a háttérhatalmas vonalat képviselem, uh-huh. hogy itt ők avatkoznak bele, és illetve mondom a Putyinnak, ugye előbb beszéltük az oltást is, hogy a Sputnikot ő jó szándékkal hozta vitamina injekció gyanánt, csak sajnos abban is itt a háttérhatalom, a Deep State ugye lekapcsolta, és így, uh-huh. így belekavart. Ezek mind feltételezések, tehát most megmondom. Van egy ilyen teória, tehát teória, elolvasom, meghallgatom, elrakom, azt ennyit, de ezzel tehát bele lehet őrülni akkor valóban, hogyha ezzel foglalkozunk. Nagyon sok mindent így van, olvasok, mondom, másik oldalt is szívesen meghallgatom. Tehát tényleg én nagyon örülök annak, aki fölvette, és nincs baja, tényleg tök jó dolog. De tessék igen elkönyvelni azt, hogy mondják rám nyugodtan, hogy őrült vagyok, vagy megőrültem az apósom halálát, nem érdekel. De ha ők átélik ugyanezt, akkor majd elgondolkodnak azon, hogy tehát picikét, empátia, ennyi, semmi több. Én nem hülyézek, nem birkázok senkit se, tehát tényleg sajnálom azokat, akik mit tudom én, ha ez tényleg így van, és megtévesztettek, és olyan helyre sodródtak, ahova nem kellett volna, oké. De nem, tehát nem bántok. És ők is ugyanúgy próbálnak meg engem megérteni, hogy mi mit értünk át, hogy amikor a gyerek ordít a folyoson, zeng a hangjától, hogy papa, papa, és egyszerűen ezt nem lehet elmondani, hogy imádta. Tehát tegnap is például pont tegnap bőgtem el magam, mert kijött az, hogy rohadtul hiányzik az ember, akit nagyon megszerettem, apámként szerettem. Tehát azt úgy hozzáállt, és ha megengedtek egy spirituális történetet, az, aki hiszi, nem, de ez tényleg így volt, megmondom azt, én sose láttam szellemet, meg nem voltak ilyen furcsaság az életemben, viszont a papa temetése után hazahoztuk a fényképet, leraktam a komódra, én angolt tanítok amúgy, magánoktatást, és nagyon sok ilyen pici szókártyám van, rengeteg, 4-500, alapfoktól felsőfokig. És a kislányom ott játszott a kép előtt, mondtam neki, hogy lányom, menjél el onnan, mert levered a papa képét, meg mit tudom, nem kell ott. Jó, este volt, el is mentünk aludni, reggel kelek föl, hát 3 darab szókártya le volt esve a földre. Hát a lányom verte le, tehát nem vagyok hülye, de mondom, mit üzen a papa poénból. Na hát, mikor megláttam, az első szó az a worship, az ugye az imádni, tehát a love-nál is egy erősebb szó, köszi. A következő szó az a cautious, az ugye óvatos, és a harmadik pedig az I am off the hook, tehát az, hogy ugye megúsz, egy off the hook, ez ugye le akar, tehát megúszni. Gyerekek, rakjuk össze, legyünk óvatosak, megússzuk, imád minket. Most, tehát nem, így dobáltam a kártyákat, krumplis tészta, macskafarka, repülő, mit tudom én, tehát mindenféle szó volt, és egyiket se tudtam volna ez az egészhez kötni, de könyörgöm, 3 szó kijött, olyan, és akkor kezdtem el így na, bekattanni, és igenis óvatosnak kell lenni, vigyázni, és olvasni, és azért ülök itt ebbe a kocsiba. Igen. Úgyhogy... Nem csodálom, tehát hogy nem csodálom, főleg, uh-huh. hogy a gyerekek így feltoltak emocionálisan. Uh-huh. Melinda, szerintem kibeszéltük most egyelőre ezt a témát. Remélem, ha bármi új helyzet van, fogunk még találkozni. Folytatjuk, ha úgy van. Köszönöm. Én remélem, hogy senkit nem tudom, untattunk meg esetleg, vagy nem aki unja, az nem nézi. Föntartjuk magunknak a jogot arra, hogy ezek személyes történetek, uh-huh. személyes tapasztalatok, személyes vélemények,
így látjuk a világot, így látjuk az oltást. Én nekem nagyon megtisztelő voltál, hogy ezt elfogadtad, ezt a kérdést. Én köszönöm. Egy kézfogás, mert ez hiányzik ma az életünkből. Igen. És köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Menjünk, egy kávét. Menjünk. Iszunk egy kávét. Sziasztok! Sziasztok!